Bár lassan gyülekeztek a hétvégi viharfelhők, a szervező Pálháza önkormányzata színes programokkal készült annak érdekében, hogy idén is méltó módon tudja megünnepelni a település azt, hogy Magyarország legkisebb városaként szolgálhatja az itt élőket. A hagyományokhoz híven ugye a városnapi ünnepségünket immár 17. alkalommal rendezzük meg. Ez egy olyan előrelépés volt a település életében, a városi cím elnyerése, amely egy nagy lendületet adott a település fejlődésének. Hagyományosan 2005-ben, július utolsó hétvégén vette át az akkori polgármester a város kulcsát a belügyminisztertől, és így ezt a hagyományt követve július utolsó szombatján ünnepeljük városunkat és köszöntjük lakóinkat. A délután folyamán ugrálóvár kulturális programok várták az itt élőket. A település legfontosabb célja az is ilyenkor, hogy erősítse a közösségeket. Ilyenkor a legfontosabb az, hogy megköszönjük a lakosságnak, támogatóinknak, munkatársainknak azt a folyamatos szolgálatot, munkavégzést, amelyel elősegítik a településünk fejlődését. Minden generáció jelen van Pálházán, sőt örömteli számunkra, hogy folyamatosan gyarapszik a település létszáma. Egyre több beköltözőnk van, és az külön öröm, hogy fiatal házasok választják lakóhelyül Pálházát. Ebből is látszik, hogy Pálháza egy jó település. Az időjárás azonban már nem tette lehetővé, hogy a hivatalos megnyitó ünnepség is a szabad ég alatt köszöntse a megjelenteket, azt már a művelődési házban tartották meg. Itt vehette át díszpolgári címét is a térség országgyűlési képviselője. Számomra egy fontos település, és egy nagyon sok barátom, ismerősöm lakik, nem is szólva a város vezetéséről, hiszen nagyon sokszor együtt harcoltunk az elmúlt időszakban a városka fejlesztéséért. Itt nem csak az iskolák, az óvodák felújításáért, hanem az utak felújításáért. Tehát egy jó csapat van, azt is mondhatnám, hogy mindig hazajövök, a Pálházára jövök, és ez számomra érzelmileg nagyon-nagyon fontos, hogy együtt tudjuk megmutatni az itt élő polgárokkal, hogy érdemes összefogni, érdemes közösen lobbizni a nagy dolgokért, hiszen azért az elmúlt 20 év alatt nagyon-nagyon sok minden történt. Pálháza 2005-ben kapott városi rangot, azóta minden esztendőben ilyen formában megemlékeznek erről.